Jó estét kívánok, köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. Az elmúlt hónapokban komoly változások indultak el a szakképzés területén, hogy hogyan érinti mindez a pedagógusokat és a diákokat. Többek között erről is kérdezem ma esti vendégemet, Szomosi Lórándot, a Siófoki Szakképzési Centrum kancelláriát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát lehet azt mondani, elég kemény időszak van a hátuk mögött, hiszen egyrészt meg kellett küzdeni a koronavírus járvány okozta kihívásokkal, ugyanakkor pedig egy hatalmas, lehet azt mondani, egy gyökeres átalakulás indult el a szakképzés területén. Hogyan tudtak mindezzel megbirkózni? Inkább azt mondanám, hogy folytatódik az átalakulás, talán ez így jobb. De igen, ahogy tetszett mondani az előbb is, elég komoly változásokon vagyunk túl, meg még vannak előttünk is ilyenek. De egy picit akkor térjünk vissza a koronavírusra, mert szerintem az ugye mindenkit érintett, az oktatást is elég komoly mértékben. Én csak azt tudom mondani, hogy, és innét is köszönetemet tudom kifejezni a kollégáimnak, akik maximális odaadással, szakértelemmel, türelemmel és kitartással viseltettek ebben a pár hónapban. Szerintem nagyon jól megoldották a technikai problémákat is. Ugyanígy köszönettel tartozom a diákoknak, illetve a szülőknek, a családnak, hiszen azért nekik sem volt ez könnyű pár hét. Viszont nem maradtunk le semmiben, tehát a tananyagot ugyanúgy tudtuk átadni a diákoknak, mint annak előtte. Hát nyilván nem annyira hatékony azért egy virtuális óra, pláne mondjuk szakképzők esetében, mint mondjuk élőben, de hadd említsem itt meg, hogy nagyon sok komoly cég partnerünk volt ebben, akik rögtön reagáltak a vírus jelentette új helyzetre, és digitális tartalmakat dolgoztak ki, és utána már zökkenőmentesé tudták tenni a diákjainknak a gyakorlati képzést is. És hadd említsem meg még külön a vendéglátósokat, azon belül is például Csapadi Balázs urat, illetve a Szemesi Kistücsök éttermet, ahol ugye szintén vannak tanulóink, ők a legelső pillanattól kezdve átálltak a digitális oktatásra, és mondjuk a szakácsművészetet, vagy éppen a felszolgálást, vagy bármi a vendéglátáshoz kapcsolódó munkafolyamatot gyönyörű szépen tudták digitálisan is produkálni. A szakképzés átalakulása tekintetében mik voltak a legfontosabb feladatok az elmúlt időszakban? Kezdődött ugye mindjárt januárral a változás, hogy amikor életbe lépett az új szakképzési törvény, februárban megjelent annak a végrehajtási rendelete. Ez már ugye teljes egészében azt jelentette, hogy a szakképzésen dolgozók számára ez a törvény jelenti a kizárólagos igazgatási pontot, ugye mi kikerültünk a Nemzeti Köznevelési Törvény hatálya alól, kivéve természetesen akkor, hogyha mondjuk van kollégium együtt a szakképző, már akkor természetesen ott a Nemzeti Köznevelési Törvény kollégiumokra vonatkozó része érvényes. De alapvetően ugye mi egy teljesen új törvény alapján mentünk már tovább. Tudtuk, hogy milyen feladatok várnak ránk, ugye többek között, hát nem szabad elfelejteni, július 1-ével, tehát nem is olyan régóta, pár napja, jogállásváltás következik be, vagy következett be a szakképzés területén. Az azt jelenti, hogy az eddig közalkalmazotti törvény jogállása alá tartozó kollégák, mindannyiunkat beleértve természetesen, akik szakképzésre dolgoznak, munkatörvénykönyvesek lettünk. Hozzáteszem csak úgy zárójelben, hogy ez elég sok félelem, bizonytalanság és egyéb más kísérte. Én azt gondolom, hogy most pont a tények az megmutatták, hogy ezek alaptalanok voltak, hiszen sem anyagilag, sem juttatás szempontjából, most gondolok itt szabadságra például, vagy egyéb béren kívül juttatások oldalára, hogyha nézzük a dolgot, nem jártak rosszabbul a kollégák, sőt jobban. Egy nagyon komoly bérfejlesztés, átlagosan 24-25%-os bérfejlesztés valósul meg az oktatóknál. A nem oktató státuszban lévő dolgozóknál ott valamivel kevesebb, de én személy szerint azon vagyok, hogy januártól még egy kicsit tudjunk ezen emelni, és legalább érje el ez a bizonyos, vagy érje el ezt a bizonyos 24-25%-os átlagos fizetés emelkedést a nem oktató dolgozóknál is. Ugye említettem is a bizonytalanságot, erre én is rá szerettem volna kérdezni, ugye minden ilyen változás azért egyfajta bizonytalanságot okoz az érintettekben. Nyilván ilyenkor nagyon fontos a kommunikáció, az, hogy időben megfelelő információhoz jussanak a kollégák. Önök hogyan oldották ezt meg a szakképzési centrumban? Hogyan tájékoztatták a kollégákat? Mi több körben tájékoztattuk. Egyrészt főigazgató úr volt az, aki körbe ment a szakmai oldalról is teljes egészében megvilágítva a változásoknak a tényét.
előnyeit, én azt gondolom, most hátrányt nem is nagyon tudnék felsorolni, mert szerintem nincs jelen pillanatban. Aztán, hát utána már én is bedobtam magam, hiszen ugye kellett nyilván ennek egy olyan tájékoztatási formát is biztosítanunk, amely már a teljes változás alatt tájékoztatást, illetve részletekbe menően elmondja a változásuknak a lényegét. A kollégák mind megkapták ezeket a tájékoztatókat, természetesen kaptunk egy csomó kérdést is, amire én azt gondolom, hogy megnyugtató választ is tudtunk adni. Ennek következtében állt elő az a helyzet, hogy a majd 300 munkavállalóban mindössze 3, tehát nem tévedés, 3 mondta azt, hogy ő így ebben a formában nem szeretné tovább folytatni, tehát nem vállalta be a jogállásváltást, de ha elárulom azt, hogy 3 kollégából 2 nyugdíj előtt áll, akkor viszont az érthető, hogy neki nyilván jobban járt, ő számára előnyösebb volt az a megoldás. Tehát a végkielégítés, így van, mert pont úgy jött ki nyugdíjazás előtt most az időszak, hogy neki ez jóval kedvező volt. Ez teljesen érthető és természetes. Én ahogy hallom, azért mi ebben nagyon jól álltunk. És ahogy az előbb ugye említette, igen, a kommunikáció nagyon sok múlik, sőt, annyira sok múlt a kommunikáción, hogy tulajdonképpen a centrumoknak mondjuk így a hatékonyságát is többek között ezen mérte a minisztérium ebben a tekintetben, hogy mennyire tudta elmagyarázni és átadni egyrészt az igazgatóknak, és az igazgatókon keresztül a kollégáknak, vagy éppen közvetlenül a változásoknak a lényegét. Hiszen, hogyha nem elkötelezett a kollega a változások mellett, meg nem látja ezeknek a pozitív oldalát és a hasznát, akkor nyilván ezek nem lesznek olyan eredményesek ezek a változások, mint hogyha tényleg teljes mérszélességgel odaáll mindenki. Ugye a béremelés azt mondta, hogy akkor durván azt lehet mondani, hogy 24-25%, ugye azt hiszem az volt a kormányzati kommunikáció, nagyjából 30%, de ugye itt volt egy oktatói értékelési rendszer, ugye? Ami alapján gyakorlatilag az intézményvezetők dönthetek a béremelésnek a mértékéről pontosan. Ez hogy nézett ki? Ez úgy nézett ki, hogy ugye az nem szabad elfelejteni, hogy van egy nagyon komoly értékelési standard, ami Nyugat-Európában már évek óta működik. Ez alapvetően egyébként műszaki szakterületen alkalmazott minőségbiztosításhoz kapcsolódó értékelési rendszer, de ezt természetesen magyar viszonyokra és kifejezetten a szakképzésre átalakították az illetékesek, szakemberek. Úgyhogy mi már lényegében egy kész értékelési rendszert kaptunk, ami egészen pontosan 6 kategóriából állt, illetve pontosabban hát 60 pontot lehetett szerezni, annyi volt a maximum, és mindegyik kategóriának más volt a szorzó száma az összeértékelésen belül. Mondjuk nyilván ez a végzettségtől, a tapasztalattól kezdve, a vállalati kapcsolatokon, vagy a szülőkkel való kapcsolattartáson át egészen az innovációig terjedt. És talán nem állok el nagy titkot, ha elmondom, hogy a legnagyobb szorzószáma, szóval emlékszem, a 18-szoros szorzószámot az innováció szerepel. Tehát nagy mértékben számítunk az innovatív magatartásra, szakképzésen belül szerintem ez kulcs szereplésnek a középpontjában áll az innováció, és hogyha ez megvalósul mondjuk egy kollégánál hosszabb távon, az az értékelésnél is kijön természetesen, és bizony itt elég komoly összegek kerültek a végén a munkaszerződésre. Várható egyébként további béremelés is a rendszerben, vagy egyelőre ez? Nyilván ez nem önökön múlik, de várható esetleg még ezután a 30% vagy a 25% után újabb béremelés, vagy most akkor befagyasztják? Nem, én azt gondolom, hogy várható, hiszen ugye nem szabad elfelejteni, hogy a KIT-nek volt egy óriási hátránya a mostani jogállásra szemben. Ott ugye létezett egy pedagógus életpályamodell, meg a közalkalmazotti bértábla, azt a jóisten se tudta áttörni. Nem lehetett eltérni tőle, igen. Tehát lényegében ott azt kell mondjam, az éveket díjazta, semmi mást. Uh-huh. Ami önmagában nyilván fontos dolog, de nem biztos, hogy teljes képet nyújt egy tanár teljesítményére. Akár mondjuk az innováció tekintetében, tehát nem biztos, hogy valaki 30 év alatt mondjuk folyamatosan fejlődik. Pontosan, és ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy munkatörvénykönyves jogviszonynál ott mindig megállapodás, alku kérdése a munkabér. Tehát ebből indultunk ki mi is egyébként, hogy a munkabér éppen ezért, ugye mindenkinek van egy alapbére, és ha mondjuk plusz feladatot lát el, például osztályfőnök, akkor ehhez még külön egy bér elem társul. Ugye olyan szavakat, hogy pótlék, meg hasonló, ezt el kell felejteni. Ez egy külön megállapodás része. Ez egy külön megállapodás része, így van, pontosan. Azt is természetesen igyekeztünk feltételekhez kötni, mert azért osztályfőnök és osztályfőnök között is különbség van.
szerintem ez mindenki számára világos. Tehát ott egy sávos rendszert fogunk bevezetni. Aki igazából nagyon jól végzi a dolgát, az még a mostani 40 000 forintos pótlékon felül is kaphat egyéb juttatást. Ez lehet azt mondani, hogy kicsit a piaci szemléletet teljesen hozta be a közoktatásban. Hát most már úgy fogunk leülni, tárgyalni újonnan beérkező munkavállalókkal, mint egy céges felvételénél, egy céges állásinterjúnál. És ezért mondtam azt az előbb, hogy van benne bizony elmozdulási lehetőség továbbra is, és én azt gondolom, hogy most kapott egy jó nagy löketet a béroldal a szakképzésben, de ennek korán sincsen vége. Tehát nyilván, ha valaki plusz végzettséget szerez, vagy éppen innovációban jeleskedik, vagy mondjuk olyan kurens területen rendelkezik szakképzettsége, ami nekünk fontos, és nem tudjuk másonnét bevonni a munkáról csak a piacról, őt meg kell fizetni. És akkor itt már jön az alkudozásnak a kérdése, hogy ő mennyit kér, én mennyit tudok adni. Ugye említette, hogy nyilván minden átalakítás akkor jó, hogyha a rendszer hatékonyabb, innovatívabb lesz és jobban működik. Ez a rendszer mitől fog jobban működni? Egyrészt azért, mert sokkal erőteljesebben jelenik meg az egyéni érdekeltség. Például, ha mondjuk most a pedagógus bérezési oldalt nézem, vagy a nem oktatóknál is. Tehát én azért nem véletlenül mondtam azt, hogy eznek itt messze nincs vége. Ugye ez a része egyébként a szakképzésnek, vagy a szakképzésen dolgozóknak, akik nagyon sokáig el lettek felejtve. Bérfejlesztés és minden más szempontból pedig nagyon fontos szerepük van az intézményhálózat működtetésében. Legyen az egy karbantartó kollega, vagy éppen egy gazdaság is, vagy egy humán erőforrással foglalkozó kollega. Tehát őnekik is beépítünk egy ösztönző rendszert, hogy egyébként azáltal, hogy egy külön értékelési rendszert fogunk kidolgozni őrájuk, tehát ott is van bőven előrelépési lehetőség. Visszatér az eredeti kérdése, tehát egyrészt az innovatív magatartás nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy ha el tudunk mozdulni azoknak a szakmáknak az irányába, amelyek nem csak menők egyébként, hanem hasznosak is manapság, ilyen a digitalizáció területén lévő szakmák, a robotika területén lévő szakmák, de nem feledkezünk meg azért a helyben fontos hagyományos szakmákról, ilyen a turizmus, vendéglátás, sőt, most már büszkén mondhatom az egészségügy is, hiszen végre valahára sikerül ilyen osztályt is indítanunk, ugye hosszú évek próbálkozása után nem volt egyszerű, de fontos, mert mondjuk az egészségügyi alapellátás szempontjában, mondjuk a Sírfoki Kórház munkaerőigényét, hogyha nézem, akkor lényegesen legyen munkaerő utánpótlás. De ugyanígy lényeges számunkra mondjuk a közép- és kisvállalkozások érdekeinek a kielégítése is, vagy igényeinek a kielégítése. Ezért munkálkodunk azon, hogy ágazati képző központot tudjunk létrehozni, ahol például megjelenik a KKV-knak az érdeke, illetve hát a bevonása, a nagyobb mértékű bevonása az oktatásba. Ugye itt a Siófoki Szakképzési Centrumban már hagyomány, hogy ösztöndíjat kapnak, ugye egy külön ösztöndíjrendszer van, és ugye az új felállásban a változások után ezt tulajdonképpen általánosítják a szakképzés területén. Igen, óriási ugrás van egyébként az állami ösztöndíjak oldaláról is, tehát tulajdonképpen majdnem mindenki fog kapni ösztöndíjat, ugye mert korábban hiány szakmákhoz kötötték. Igen. Egyéb más mutatókhoz. Most minden szakképzésben akkor tanuló fog kapni, így van. Ugye? Így van, aki nappali alapképzésben vesz részt, jogosult ilyesmire. Na ehhez még pluszba hozzátettem mondjuk Siófokváros annak idején az előző ciklusban ezt a bizonyos ösztöndíj rendeletet, ahol még pluszban ugye 4 olyan szakmát ki tudunk választani, a Barosból, illetve a Krúdiból, 2-2-t, mindenki iskolából, amelyeket még külön támogat Siófok, mert azt mondja, hogy a helyi gazdaság szempontjából ez fontos. Egyébként erre buzdítjuk a többi, mondjuk itt tehetősebb önkormányzatot, vagy legalábbis azokat az önkormányzatokat, akik megtehetik azt, hogy ilyen ösztöndíjban részesítik a tanulóikat. Azért is, hogy egyébként így a munkaerős helyben tud maradni. Tehát kevésbé kell számolni az elvándorlással, azt nem mondom, hogy ezt ki lehet vele iktatni, de visszaszorul ezeknek a száma. Ráadásul mi meggondolkodunk még régióban is, ugye Balaton régióban. Azért ezt egy percig sem szabad elfelejteni, és mondjuk, ha csak a balatoni kört említem, aminek büszkén mondhatom, hogy tagjai vagyunk, én személy szerint is, illetve a centrum is, próbálunk olyan régiós igényeket is felkutatni, felderíteni, amire villámgyorsan tud reagálni a szakképzési centrum. Ugye eldugott nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon abszolút gyerekcipőbe járt például az átképzés. Tehát az, hogy van egy szakmám, és akkor utána mellé szerzek egy, azzal gyökeresen ellentétes, vagy nem az, hogy ellentétes, tehát egy más
területen lévő szakmát. Ez nálunk 4-5% a folytat ilyet a szakmában rendelkezőknek, tehát az átképzést. Csehországban ez majdnem 60%. Tehát iszonyat nehezen mozdulunk el egy adott szakmáról, vagy megszeretett szakmáról, na ebben segíthet például a régiós szemlélet. Ez növeli az elhelyezkedési arányt is a munkaerőpiacon. Ugye mind a piaci szereplők, mind a szakképzésben dolgozó szakemberek azt mondják, hogy a duális képzés erősítése e tekintetben is ugye rendkívül fontos. Mik az eredmények, és hol állunk most a duális képzés területén? Felemás, talán ez a legőszintén válaszom. Van még bőven tennivalónk ezen a téren. Vannak nagyon jó gyakorlataink már. Tehát azt kell mondjam, hogy mondjuk az egyharmada másé nem van a képzéseinknek ezen a téren. Vannak olyan komoly cégek, vállalkozások, és talán most nyugodtan mondhatom a nevüket, mert nem reklám ebben a környezetben, mert most oktatásról beszélünk, tehát marcali cégekről, cégről kifejezetten, amikor Cilabegről, hogyha beszélünk, ott komoly műhely van már kiépítve, tanműhely, duális képzés keretében, de ugyanez az áramszolgáltató E.ON esetében, vagy éppen a kőolajvezeti képítő vállalat esetében. Tehát tudnék nagyon jó példákat mondani. Ahol erősítenünk kell, az a KKV szektor mindenképpen, főleg ugye ez a vendéglátás kereskedelmet érintő terület, és hát nyilván új ágazatokat is fel kell kutatnunk, ahol a duális képzést be tudjuk indítani. Most egyébként ez a munka, ez a lázos munka folyik a centrumban, szinte a nyarat erre fogjuk majd felhasználni, többek között persze. Másrészt pedig említettem az előbb, hogy az ágazati központokat, mert mi szeretnénk egy virtuálisat is, ugye ez lenne a kereskedelmi vendéglátás, inkább a vendéglátás. Ugye ott nem tudom azt megcsinálni, hogy a 8 éttermet összerakom egy üzemcsarnokba, az nem megy. Lehet, hogy sokan szeretnék egyébként, ínyencek vagy gurmanok, akik tehetetlenek, ez sajnos nem megy. Tehát az mondom, hogy virtuális, hogy mindenki marad a helyén, csak a gyerekeket mozgatjuk, forgatjuk rotációs rendszerben. Viszont hát azért nem szabad elfelejteni, hogy az ipar más területén, vagy a gazdaság más területén, mondjuk az iparban, ott azért még mindig komolyabb lehetőség nyílik, mondjuk gépgyártás területén, CNC technológiák területén, robotika területén, egy ilyen ágazati képzőközpont létrehozására. Hát nyilván egy Csillafok lenne az egyik fő célpont, illetve a másik végén pedig a mi működési területünknek Marcali, ahol most jelen pillanatban erre látunk esélyt. De nagyon rajta vagyunk az elektronikán, elektrotechnikán, ott viszont mondjuk a közbűső rész erős nagyon, a fonyolt boglár lelle. Akkor nem fognak unatkozni a nyáron sem. Nem, vannak terveink bőven. Ugye az új törvény nagyban érintette a felnőtt képzést. Miért volt arra szükség, hogy átgondolják tulajdonképpen az OK is tanfolyamokról beszélünk. Mi indokolta ezt? Nem volt elég rugalmas a rendszer, iszonyat sok szakma volt rajta ezen a bizonyos OK-en. Szűkíteni kellett ezeket a területeket. Másrészt pedig ugye nem szabad elfelejteni, hogy a szakképzésnek azon túl, hogy természetesen mi alapfeladatot ellátva szakmai tudáshoz jutatunk, illetve érettségihez gyerekeket, nekünk nagyon fontos képzőközpont szerepünk is van, illetve vizsgaközpont szerepünk. Tehát ugye ezt össze kellett hangolni, illetve szinkronban kellett hozni a jelenleg hatályos jogszabályokkal, illetve a jövőbeli elképzeléseivel, az ITM-nek, ami fenntartónknak, meg egyáltalán a magyar gazdaság érdekeivel is, tegyük gyorsan hozzá. Tehát a felnőtt képzéshez is ezért kellett hozzá nyúlnia a fenntartónak, illetve a felnőtt oktatáshoz is. Egyébként most így külön nincs is nevesítve. Sem így, hogy felnőtt képzés, sem így, hogy felnőtt oktatás, de hát ugye vagy nappali, vagy esti rendszerű szakképzés igazából. És tulajdonképpen itt most a korhatárok is eltűnnek ilyen szempontból, tehát bárki tanulhat szakmát, nyilván az idősebbek ők. Viszont nem lehet két-három hónap alatt elvégezni mindent. Hát ez volt a lényege, ha mondani valamnak, köszönöm, de nem, ez nagyon jó közbevetés volt, mert tehát már majdnem abban az irányban mentünk, hogyha kiírom mondjuk egy lakótelepi lakás ajtajára, hogy mérnök képzés, akkor előbb-utóbb ott már lassan villamos mérnököket lehetne képezni. Tehát, azt gondolom, ami egyébként nagy szükség van egyébként a régióban. Teljesen így van. Csak hogy ezt szerintem már hagyjuk meg a Műszaki Egyetemnek ezt a képzést. Ugyanígy volt egyébként szakember képzés tekintetében, mondjuk akkor maradjunk az előző például villanyszerelőt, hát iszonyat sok, BT, KFT, nem tudom milyen kétes hírű
többek között kétes hírű vállalkozások is folytathattak ilyen jellegű képzést, és talán ezt az állam azoknak a kezébe adja oda, akiknek erre lehetősége, feltételei, hagyományai és a megfelelő tudása is megvan hozzá. És hát nyilván nem mindegy, hogy valaki 2-3 hónap alatt végez el valamit, vagy pedig, tehát hogy milyen minőségű szakemberek fognak kikerülni majd, mondod, az iskolapadból. Én se szeretném, ha mondjuk egy 2-3 hónapos végzettséggel rendelkező villanyszerelő matatna mondjuk a mosógépembe. És most a finomabb példát próbáltam hozni. Mik lesznek a következő hónap? Már részben beszéltünk róla, de a következő hónap legfontosabb feladatai a Siófoki Szakképzési Centrum tekintetében. Ugye említettem egyrészt ugye felkészülést az új tanévre. Nem szabad elfelejteni, hogy neveket váltunk, vagy pontosabban új neveket kapunk. Ugye megjelenik a technikum elnevezés. Tehát mondjuk, ha egy példát most mondhatok, akkor mondjuk a Siófoki SC Baross Gábor technikuma és gimnáziuma. Mondjuk ez lesz egy jellemző elnevezés. Ugye azért, mert bemad az érettségi, és meg kell benne jeleníteni az érettségéről a felkészítést, meg hát a szakmai képzést. No de, ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy azért itt elég komoly károk érték a magyar gazdaságot az elmúlt pár hónapban. Erre születik ugye régiónként meg a gazdaság újraindítását szolgáló operatív programok. Ugye több régiónak van, mindegyik régiónak pontosabban saját ilyen operatív programja. Többek között a Dél-Dunántúli operatív program elkészítésében mi magunk is részt vettünk, és ezt nagyon büszkén mondom, mert nem mindegyik centrumot kérték erre föl. A lényeg az, hogy a szakképzés kiemelt helyet fog majd kapni a gazdaság újraindításában. Már most is, hozzáteszem, és nyilván a hosszabb távú fejlesztésében is. Itt talán az érdekessége ennek a programnak, hogy ami mi is meglepődtünk, de nagyon örültünk neki, hozzáteszem, hogy már picit átnyúlik a határokon túlra is, tehát például vannak, megjelennek benne horvát és szlovén megyék, mondjuk a Dél-Dunántúl esetében, és például ide kerül Zala megye is. Tehát jóval komplexebben lehet gondolkodni, mondjuk szakképzés terén, meg hát nyilván más területen is a gazdaságnak, vagy éppen az oktatásnak. Tehát ehhez adtuk mi hozzá az ötleteinket, például benne van ugye a régiós szakképzési centrum kialakításának a gondolata, ezért arról nem tettünk le erről az álomról. Meglátjuk. Kicsit olyan ez, mint a bumerang, ugye mindig visszatér, de nem adom fel. Mert én azt gondolom, hogy egyébként most is helyén való ötlet, és előbb-utóbb ebbe az irányba megy egyébként a szakképzés is. Hiszen a gazdaság is régiós alapelvek szerint szerveződik, akkor miért lehetne a szakképzés is régiós alapelvek szerint megszervezni, erre pedig kitűnő példa lehetne a Balaton. De ha már régiónál tartunk, ugye nem véletlenül kerültek be ide például horvát meg szlovén megyék, mert annyira erős a határon átnyúló gazdaság és ezáltal például oktatási képzési kapcsolat is, hogy itt már érdemes megjeleníteni a szomszédnak az érdekeit. Tehát például erre készülünk fel, hogy hogyan lehetne minél hatékonyabban bekapcsolódni a mi iskoláinkkal ebbe az együttműködésbe. Ezek a nagyobb léptékű tervek. Nem azt mondom, hogy kisebb léptékű, de inkább ugye a házunk táján fontosabb dolog, ugye az, hogy a meglévő képzéseink mellett ugye milyen újabbakat indítsunk be. Ugye ezt többször elmondtam szerintem ehelyütt is, hogy talán az az egészséges, amikor mondjuk az 1/3-át azért 2-3 évente cserélgeti egy képzőintézmény a szakmáinak. Már az nem jó, hogyha beleállunk valamibe, és akkor ott meg is merevedik az egész történet. Meg a gazdaság nem ilyen, sokkal gyorsabban igényli ezeket a változásokat. Na így jön be az egészségügyi képzés például. Gondolkodunk, ez sem titok, honvédelmi képzésben. Ugye a honvédelmi képzést nagyon sokan a kadét képzéssel azonosítják, ami azért nem feltétlenül csak az. Tehát itt szakmákról beszélünk, környezetvédelmi szakirány van, például gépészeti szakirány, informatikai szakirány, műszaki szakirány a honvéd képzésben, tehát ebbe próbálom mi most bekapcsolódni többek között. Aztán hát nem szabad elfelejteni, hogy nekünk azért két nagyon komoly pillérünk van, képzés tekintetében a Siófok és Marcali, nem csak azért, mert ugye a nyugati és keleti vége a mi érdekszféránknak, hanem hát tulajdonképpen hasonló képzési palettát sikerült kialakítani, de eltérő szakmákkal a két helyen. Ugye Marcalit próbáljuk tovább vinni ezen a bizonyos vendéglátás kereskedelem vonalon, és még ott az egyéb szolgáltató szakmákat is szeretnénk beindítani. Ott is ugye napirenden van egyébként az egészségügyi képzés, már csak a Marcali kórház miatt. Fontos, ugye? Igyekszünk is annak megmentésében részt venni, illetve fejlesztésében bekapcsolódni.
Azt gondolom, ez az egyik lényeges dolog. Illetve hát ugye mindig nagyon komoly feltörést okoz például a lányoknak, milyen szakmát lehet felkínálni. És hát itt újból ugye előjönnek mindig a szolgáltató jellegű szakmák. Én nem szeretem azokat a kérdéseket, amik mondjuk a betanított munka felé viszik a gyerekeket, vagy hát bocsánat, a fiatalokat, hanem inkább ugye, amiből lehet szakmailag továbbfejlődni, ugye a szépészet ilyen. Most egy hölgynek ezt nem kell ecsetelnem, hogy azért ez miért népszerű, és valószínűleg ebbe az irányba is el fogunk mozdulni, minél több leányt tudjunk bevonni a marcali szakképzésnek a képzési palettájába. Tehát, hogy nekik tudjunk olyan képzéseket kínálni, kozmetikus, most nem sorolom, fodrász, stb., ami többek között például érettségit is ad, de mégis szolgáltatás területén próbál hozzájárulni a régió gazdaságához. Hát nem kevés és nem kis feladatok, úgyhogy ez nagyon sok erőt, jó egészséget és jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinek pedig a figyelmet köszönjük, legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra.